A híres, vagy inkább hírhedt Petőfi Szálló több mint 20 éve nem fogadott vendéget, de úgy tűnik, kísértetek mégiscsak lakják. Most éppen Zsohár Árpád vállalkozó, egykori üzlettárs rémizgeti a szentesi városvezetőket. A Magyar Idők konzervatív kormánypárti napilap január 17-i számában azzal vádolja a polgármestert, a Petőfi Szálló felújítására a norvég alappal kötött támogatási szerződés aláírásakor nem szólt arról, a város és Zsohár cége perben állnak egymással. A kép 2007-ben készült, itt még nagy az egyetértés, mély garázs, fürdő és hipermodern színházterem is szerepelt a tervekben. Később mindez dugába dőlt, maradtak a romok és egy évek óta húzódó per, amelyben Zsohár cége, a Pendola ingatlan forgalmazó Kft. Elmaradt munkadíj címén 300 milliót követel a várostól. Zsohár szerint ezt sunyogta el a polgármester. Bár a cikk személyesen Szirbik Imrét szólítja meg, a Városháza kommunikációs referense az alpolgármesterhez irányított minket. Ezért tőle kérdeztük meg. Tette Szirbik Imre polgármester úr nem valós jognyilatkozatot a Petőfi Szállóval kapcsolatban? Nem tett ilyen nem valós jognyilatkozatot, magyarul is mondhatom, hamis nyilatkozatot Szirbik Imre nem tett. Demeter szerint a város első embere azért sem adhatott ilyen nyilatkozatot, mert a pályázat aláírásakor nem kértek tőle ilyet. Az említett per egyébként sem köti a város kezét, a Petőfi Szálló 100%-ban szentes tulajdona, spongyán fogalmazva, a város azt csinál vele, amit akar, vagy amit tud. Az állagvédelem ennél az épületnél nyilván a tulajdonost terheli, ezt az örökségvédelmi hivatal határozata erősítette meg, ahogy említettem, bírságterhével, és ennek a város eleget tett, illetve mindazt, ami akár saját forrásból, akár pályázati forrásból elérhető, ráfordíthatja ennek az épületnek, ennek a patinás épületnek az állag felújítására és egyáltalán megmentésére. Magyarul az önkormányzat nem követett el szabálytalanságot, amikor a norvég alaphoz fordult támogatásért. Véleményem szerint nem. A város nemrégiben 7 milliós pályázati pénzből újította fel a tetőszerkezetet, majd tavaly nyáron a norvég alaptól részleges felújításra nyert 300 milliót. A földszinten kávézót és kiállító termeket alakítanak ki, és új homlokzatot kap az épület mindkét irányban. A kiviteli terveket Szirbik Imre és a közbeszerzés nyertese az Integrál Építő ZRT képviselője november 28-án írták alá. Jó munkát kívánok, és akkor köszönjük szépen. Amennyiben mégiscsak találnak szabálytalanságot a szecessziós ház projekt körül, nem csak a 300 milliót bukja a város. Hát az a kilátásba helyezett szankció, hogy a várost 5 évre kizárhatják az uniós pályázatokból, erre gondolni sem merek, mert ez nem pártszimpátia a kérdése, és szándékosan nem foglalkoztam sem jobb, sem balos párt kérdésével. Ez gyakorlatilag a város sorsát, költségvetésének fejlesztési részét és egyáltalán fejlődését befolyásolná. Mondhatnám azt is, hogy katasztrofális helyzetet hozhatna, idézhetne elő. A Városháza Demeter Attila szignójával nyilatkozatban cáfolja Zsohár kijelentését, mert szerintük az valótlant állít és hamis színben tünteti fel szentes városát és annak vezetőjét. Zsohár Árpádot telefonon értük utol. Zsohár úr, ön elolvasta a nyilatkozatot. Mi a véleménye? Hát az a véleményem, hogy én nagyon sajnálom a Demeter Attila urat ezért a levélért, de még jobban sajnálom szentes lakosságát, hogy megint ilyen egyoldalú, elfogult, a valóságot szinte meg sem közelítő állításokat kell olvasniuk. Én úgy gondolom, hogy mindennek eljön az ideje, annak is, amikor majd szentes város lakossága megtudja az igazat. Nagyon bízom benne, hogy ez a közeljövőben be fog következni. A Magyar Idők január 25-i számában közli, Zsohár Árpád az ügyben feljelentés kiegészítést tett a Békés megyei rendőrfőkapitányságon, ahol tavaly nyár óta többek között Zsohár feljelentése nyomán hűtlen kezelés gyanújával folyik nyomozás a Petőfi Szálló körül, egyelőre ismeretlen tettes ellen. Köszönöm. Közben, ha nem is dübörög a felújítás, már felállványozták a szálló épületét. A kerítésen belülre nem engedték a kamerát, de a város főépítésze szerint jól haladnak a munkálatok. Bár munkásokat ott jártunkkor nem igen láttunk, persze lehet, hogy épp ebédszünet volt.
A kiviteli határidő április közepe, vagyis ha nincs több kísértet, nagyjából 3 hónap van a feltámadásig.